A digitális oktatás nehézségeinek leküzdése mellett az első fél év a nyolcadikosok és az oktatási intézmények számára a továbbtanulás okozta gondokkal jár. A félévi bizonyítvány kiosztása után az iskolák már felkészülnek a következő tanévre, és ebben is a beiskolázás az egyik legfontosabb elem. Idén már sokkal korábban kiválasztottuk a jövőre, kik lesznek az elsős tanítónénik. Ugye a szülőket is már múlt decemberben elkezdte elős foglalkoztatni, hogy kik lesznek, őket januárban honlapon és egy bemutatkozó füzeten bemutattuk, illetve eljutottuk az óvodákba, hogy a nagycsoportosok szülei megismerhessék őket. Ennek kapcsán csinálunk még bemutatkozó videókat, amiket a szülők megtekinthetnek vagy a honlapunkon, vagy a Facebook oldalunkon, amit érdemes követni, mert akkor látják mindig ezeket az új videókat. Várhatóan a tavalyi évnek megfelelő iskoláskorú létszám van most is a városban, illetve a beiskolázási körzetben. Ez több mint 150 gyereket jelent. Én azt gondolom, hogy a három osztály indulása tavalyi évhez hasonlóan az szinte biztosnak tekinthető. Ahhoz, hogy az ideérkezők jól érezzék magukat, komfortosabbá kell tenni az iskolát. A költségvetés készítésének időszakában a fejlesztési lehetőségek is napirendre kerülnek. Az általános iskola és a gimnázium együtt körülbelül 1,5 milliárdos költségvetéssel rendelkezik. Tavalyi év során több mint 110 millió forintot költöttünk felújításra. Itt beletartozik az, hogy tavaly átvettük a konyhát, és ennek a fejlesztése folytatódnia kell idén nyáron is, tehát a konyhára még kell költenünk. Ezen kívül szeretnénk megújítani komplett vizes blokkokat a felső tagozaton, az alsó tagozaton már sikerült megtenni. Szeretnénk idén tavasszal egy kültéri kézilabdapályát, rekordtámborítású kézilabdapályát megvalósítani, illetve öltöző felújításokban gondolkodunk, és ami nagyon fontos, mert hogy egyre több osztályunk van, hogy szaktantermeket szeretnénk komplett felújítani. Tehát gondolok itt az informatika szaktanteremre, lehetőséget biztosítva arra, hogy a LEGO matekos programunkat tovább folytatva a felső tagozatban is robotizációt tanulhassanak a gyerekek, tehát egy új informatikai struktúrát kialakítani, a fizika-biológia szaktantermünket és a kémia szaktantermünket komplett megújítani. Tudtuk bővíteni, fejleszteni az iskolát. El tudom mondani örömmel, hogy 8 termet sikerült klimatizálni. Érkezett ezen kívül 14 számítógép, valamint lehetőségünk volt több tantermet új padokkal és székekkel ellátni. Úgyhogy igazából én azt gondolom, hogy minden lehetőségünk és adottságunk megvan, hogy egy sikeres beiskolázást indítsunk el. A beiskolázások időpontja is ismert már. A rendkívüli helyzetre való tekintettel online programokkal próbáljuk megismertetni a szülőket az iskolával. Ennek első eseménye február 10-én lesz, ahol egy online bemutatkozó nyílt nap lesz, amit az igazgató, én fogok tartani. Ez egy online regisztrációhoz kötött felületen fog történni. Február 24-én, két hét múlva a 6 érintett elsős pedagógus fog bemutatkozni, és az zárása március 31-én lesz, ahol egy ilyen játékos, személyes megjelenésen alapuló tojáskereső játék lesz, ha a járványhelyzet engedélyezi természetesen. És ami nagyon fontos, április közepén, 15-én és 16-án kerül sor a beiratkozásra. Idén április 15-16-án lesz a beiskolázás. Én feltételezem, hogy ez szintén online formában fog működni, úgy ahogy tavaly, különben nagyon jól működött tavaly ez online formában. Idén muszáj egy előzetes regisztrációt is csinálnunk. Tavaly elég komoly volt a túljelentkezés az iskolában, és ezért március 1-től 15-ig egy online lehetőség lesz arra, hogy regisztráljanak a szülők, és igazából ez alapján fogjuk már a beiskolázást elvégezni április 15-16-án.